Köszöntöm a nézőket a hét témájában. Ma egy fontos gazdasági és aktuálpolitikai témával foglalkozunk, mert hogy megjelent a magyar kormány 21 pontos gazdasági akcióterve, amelyet még múlt csütörtökön jelentett be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Az akcióterv jelentőségéről és a gazdaságra gyakorolt hatásairól is kérdezem Kiszeli Zoltán politológust, a Századvég politikai elemzési igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a zoomos telefonhívást és videóhívást. Tehát a kormány 21 pontos gazdasági akciótervet jelentett be, és mielőtt belemerülnénk a részletekbe, hiszen nagyon sok területet érint, mi a célja ennek az akciótervnek? Igen, Orbán Viktor miniszterelnök a Közszolgálati Egyetem tanévnyitóján tartott egy nagy beszédet, aminek a címe illeszkedik ehhez a 21 ponthoz, és meghatározza nem csak a magyar uniós elnökséget, hanem az előttünk álló időszakot, akár az év végét is, vagy a jövő év elejét. Ezek a fogalmak az európai versenyképesség, illetve a magyar gazdasági semlegesség. Tehát úgy kell szerintem ezt a 21 pontos akciótervet nézni, mint Magyarországnak a házi feladatait ahhoz, hogy a magyar gazdaság növekedjen, illetve Európa ismét versenyképes legyen. Tehát ez az a keret, amiben szerintem ezt a 21 pontot értelmezni kell. Ahogy említettem, sok-sok területet érint. Az intézkedések között a béremelések, a fiatalok lakhatása és a kis- és középvállalkozások támogatása is hangsúlyosan megjelenik. Melyek ön szerint a legfontosabb pontok, illetve mi várható az akcióterv megvalósításáról? Hát ugye a szemlélet a fontos, ez a gazdasági akcióterv, ugye egy olyan szemléletet tükröz, hogy a kormány egy 3-6%-os éves gazdasági növekedést szeretne elérni, mert a tankönyvek szerint 3%-os vagy a fölötti éves gazdasági növekedés az, ami már érezhető a lakosság széles rétegei számára, illetve a kis és közepes vállalatok számára is, és ez az, ami lecsorog a társadalom középső és alsó rétegeihez. Hát ezért fontos, hogy 3%-os vagy a fölötti gazdasági növekedést érjünk el, illetve a másik nagyon jó hatása ennek a növekedésnek, hogy 3% körül vagy a fölött már az államadósság is elkezd csökkenni. Tehát van egy ilyen hatása is. Tehát azért próbál a kormány gazdaság élénkítő intézkedéseket elfogadni, például ezt a 21 pontot, hogy ezt a növekedést elérjük, és hát ugye például a nyugdíjasoknak a nyugdíjprémiumot is 3,5% éves gazdasági növekedés fölött tudja a kormány kifizetni, tehát ez is például hozzájárulhat ahhoz, hogy magasabb növekedésből, a nagyobb tortából sokkal több csoportnak jusson. Tehát ez a fő cél, és hát a 21 intézkedés most ennek a konkrét lebontása, ahogy ugye itt elhangzott, különböző nagyon fontos problémákra próbálnak választ adni. Nyilván ez a megfizethető lakhatás, főleg ugye az olyan városok is, mint Sopron, Debrecen, mondhatnánk egyébként a fővárost is, vagy más olyan városokat, Zalaegerszeget, ahol ipari beruházások vannak, és az új gyárak miatt rengetegen költöznek oda, vagy a nyugati határszélen, mint ugye Sopronban is például az ingázók, akik oda költöznek, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy úgy épüljenek lakások, hogy ez a lakosság szám növekedésével lépést tartson, ugye főként a fiatalok lakhatása. Tehát ezek a különböző pontok, a Demján Sándor program, ugye a néhai nagyvállalkozó nevével fémjezett program, ami például a kis és közepes vállalkozások tőke juttatásával próbálja az ő versenyképességüket javítani. Tehát ezek azok a házi feladatok, amiket a magyar kormány lát, hogy Magyarországon, ha ezeket sikerül elvégeznünk, mondjuk a jövő évben, akkor a magyar növekedés inkább a 3% körül vagy a fölött lenne, ugye ez a cél, és ezzel egyébként mintát is adunk Nyugat-Európának, mert hát mondjuk a német gazdaság az 0,1%-kal növekszik, 0,3-ról csökkentették le most a várakozásokat az idei évre, de mondjuk Franciaország is csak 0,5%-kal, vagy az Egyesült Királyság 0,5%-kal növekszik, és nem csak azért, mert ezek sokkal nagyobb országok, tehát itt nem arról van szó, hogy az a növekedés az mondjuk, hogy azért is kisebb, mert az ország nagyobb, nem. Tehát ott az elhibázott gazdaságpolitika miatt ilyen kicsi a növekedés, mondjuk a németek lezárták az atomerőműveiket,
Ukrajnával, akik fölrobbantották nekik a gáz, az orosz gázvezetéket, és innentől kezdve méregdrágán tudnak energiához jutni. Tehát négyszeres áron veszik a gázt például a nyugat-európai cégek Amerikától, mint az Amerikába kerül. Macron francia elnök meg is jegyezte Joe Bidennek, hogy az nem barátság, az nem szövetségesi viszony, hogy négyszer annyit kérnek az amerikaiak a gázért Európában, mint amennyit otthon kérnek érte, és hát ez azt mutatja, hogy a nyugat-európai cégeknek nagyon drága energiával kell dolgozni, nem csoda, hogy zárnak be a gyárak, és költöznek el a mi térségünkbe, aminek mi örülünk, rövid távon, hogy ide költöznek a gyárak, ugye, mert ez új munkahelyeket jelent, tehát amiatt meg nem örülünk, hogy Németországnak emiatt rosszabbul megy, vagy Franciaországnak, és ezért ugye kevesebbet vásárolnak az ottani emberek. Tehát azt látjuk, hogy az a 3%, ha sikerül elérni, akkor ez jó lenne, és lecsorogna a társadalom alsó és középső rétegeihez, illetve ugye ezzel Magyarország a térségünkben, a visegrádi országok körében is ugye lépést tudna tartani a többi országgal, mert itt azért van növekedés, Lengyelországban, Csehországban, Romániában inkább van növekedés, Magyarországon is inkább van gazdasági növekedés, míg Nyugat-Európa stagnál, vagy mint Németország recesszióba esik. A The Economist című brit heti lap például idén augusztusban azzal a címlappal jelent meg az egyik héten, hogy Németország ismét Európa betege embere, mert a német gazdaság nagyon komoly bajban van, az autóipar, a vegyipar nagyon komoly bajban van Németországban, és hát a mi térségünk, ez a kelet-közép-európai térség, a visegrádi országok térsége az, ahol még van gazdasági növekedés az unión belül. Említette itt ezeket a nagyon szép számokat, hogy a gazdasági növekedés a jövő évben 3% vagy a fölött is lehet, akár 3-6% közötti, és azért tegyük hozzá, hogy itt az akcióterv előzményeként ugye egy újfajta gazdaságpolitikáról is döntött a kormány, amelyhez kapcsolódóan majd ismételten megkérdezi a magyar népet, hogy mit szól ehhez nemzeti konzultáció formájában, de még mielőtt erről beszélnénk, azért néhány gondolatban említsük meg, hogy miért is volt szükség erre a gazdasági akciótervre, hiszen én azt gondolom, hogy aki nem tudja, az is gondolhatna, hogy nagyon sok minden sújtotta mostani világot, háború, Covid-válság, és még sorolhatnánk. Miért is szükséges ez az akcióterv? Miért azt látjuk, hogy az Európai Unió egy nagyon rossz irányba fejlődik. Tehát ez már nem az az unió, amihez csatlakoztunk, vagy amire vágytunk még a rendszerváltás előtt. Hát ha megnézzük, az Európai Unió egy ideológikus konstrukcióvá kezd válni, ahol hatodik haszakad a zöld átállást véghez viszi. Tehát azt látjuk, hogy eldöntötték, kőbe vésték, hogy 2035 után már nem lehet új benzines és dízeles autókat eladni, át kell térni a villanyautókra, az elektromos autózásra. És ha jó, ha nem jó, ezt eldöntötték. Vagy a németek eldöntötték, még Angela Merkel kormányzása idején, hogy lekapcsolják az atomerőműveket. Most az utolsó hármat nemrég kapcsolták le. És ugye úgy döntenek el dolgokat, hogy ez nem piaci alapon történik, tehát nem arról van szó, hogy a cégekkel egyeztetve megmondják, hogy most akkor mikorra tudnak annyi elektromos autót előállítani, vagy mondjuk mikorra lesz olyan töltőhálózat az elektromos autókhoz, ami biztosítja azt, hogy az ember A-ból B pontba eljut nagyobb távolságra, hogy ne útközben ne merüljön le az akkumulátora. Tehát nem egy ilyen piaci gondolkodást látunk, amit a kapitalista társadalmaktól elvárhatnánk, hanem Brüsszelben eldöntötték, hogy 35-6. Haszakad, onnantól nem lesznek új benzines vagy dízeles autók, viszont azt is látjuk, hogy az elektromos autózás meg még nem annyira kiforrott. És ugyanez érvényes például egy csomó olyan dologra, amit mi magyarok megszoktunk, ugye a mindennapi húsevés például. Tehát, hogy nyilván az emberek maguk döntik el, hogy mit esznek, de Brüsszelben eldöntötték, hogy nem kell minden nap húst tenni, tejet inni, vagy tojást fogyasztani, hanem az állati fehérjék fogyasztását radikálisan le kell csökkenteni. A Magyar Péterék, a Tisza párt ezt támogatják Brüsszelben, az Európai Néppárt, Ursula von der Leyen ezt a brüsszeli tervet akarja véghez hajtani, az állati fehérje fogyasztásnak a radikális csökkentését. Ők ezt organikus mezőgazdaságnak hívják, de igazából arról van szó, hogy Brüsszelben eldöntötték, ugyanúgy, mint hogy a benzines meg a dízeles autókat kivezetik, ugyanúgy eldöntötték valakik, az emberek megkérdezése nélkül, hogy az állati fehérje fogyasztást radikálisan le kell csökkenteni, ehhez nagyon meg akarják drágítani a húst, de nem csak a sertéshúst, hanem mindenfajta állati fehérjét, tehát ezek a húsfélék, a tejtermékek, a tojásfélék, az ezekből készült élelmiszereket, mert azt mondják egyébként, ez ilyen ideológiai alapállás, hogy
világon a termőterületnek a felét az állatok takarmányozására használják, takarmányt állítanak elő, és hogyha kevesebb állat lenne, haszonállat lenne, és ha az emberek kevesebb tejet, húst meg tojást fogyasztanának, akkor kevesebb termőföldet kéne a takarmány előállítására használni, és az így felszabadult termőföldet pedig az emberek ellátására lehet fordítani, mondjuk gabonát termeszteni a kenyérhez. Tehát azt látjuk, hogy ilyen ideológiai célok vannak, a Tisza párt Magyar Péterék ehhez tapsikolnak, vígan megszavazzák ezeket legfeljebb hazafelé, nem azt mondják, hogy meg akarják tiltani a húsfogyasztást vagy a tejfogyasztást, hanem ők organikus mezőgazdaságot akarnak, aztán gondoljunk ebbe bármit is bele. Hát ezért rossz Európa, rossz irányba fejlődik, ugye Magyarország egy alternatívát kínál, és hát igen, az a 21 pont, vagy az a filozófia, ami mögötte van, azt mondja, hogy attól kell energiát vásárolni, aki olcsón adja. És ha ez Oroszország, akkor Oroszországtól kell olcsón energiát vásárolni. Ugye nyugaton azt látjuk, hogy ideológiai okokból a különféle szivárványkoalíciók, vagy nagy koalíciók, ezek leválnak az orosz energiáról, és sokkal drágább energiát vásárolnak, amit az emberek vagy meg tudnak fizetni, vagy nem, a cégek meg nem tudják megfizetni, és ezért elköltöznek. Németországból ezért költöznek el például a cégek. A legnagyobb német vegyi üzem, a BASF például Ludwigshafenben csökkenti a termelését, mert már nincs olcsó vezetékes orosz gáz, és mit csinál? Kínában épít fel 10 milliárd euróért egy vadonatúj vegyi üzemet, és hogyha az emberek azt látják, hogy például nincsen gyógyszer, főként a gyerekeknek ezek a kanalas lázcsillapítók vagy egyes gyógyszerek hiányoznak, az azért van, mert már nem Európában gyártják ezeknek a gyógyszereknek az alapanyagát, hanem Kínában és Indiában, és hogyha megérkezik a konténer, akkor van gyógyszer, ha meg nem érkezik meg a konténer, akkor nincsen gyógyszer. Tehát a magyar kormány nem ezt be az irányba akar haladni, és azért fontos a nemzeti konzultáció, ami ezekről a gazdasági kérdésekről nem sokára elindul, hogy vitatkozzunk erről, beszéljük meg. Tehát látjuk a Tisza pártot, látjuk a dollárbaloldalt, a dollármédiát, akiket az amerikaiak fizetnek, akiket a demokraták fizetnek, vagy Brüsszel fizet, guruló dollárokat kapnak a magyar politikusok, vagy guruló eurót, meg az újságírókat lefizeti az amerikai nagykövetség ilyen érzékenyítő programokkal. Ők azt írják, hogy nincs szükség orosz energiára. Ők azt írják, hogy le kell válni a keleti kereskedelemről, nincs szükség kínai kereskedelemre. Ők ezt akarják. És hát akkor beszéljük meg, hogy mi lenne a következménye annak, ha nem vásárolnánk Oroszországból, vagy Azerbajdzsánból keletről földgázt, akkor az lenne a következménye, mint Nyugat-Európában, hogy négyszeres áron vennénk az amerikaihoz képest gázt, és ugye ez azt jelenti, hogy még drágább lenne, vagy mondjuk a cégek tőlünk is elvándorolnak, nem ide jönnének a cégek, hanem elvándorolnak. A nemzeti konzultáció ezt a célt szolgálja, hogy beszéljük meg. Nyilván, amit mondtam, Magyar Péterék a mezőgazdaságnál is elbújnak ilyen fogalmak mögé, hogy organikus mezőgazdaság, ez mit jelent? A mindennapi húsfogyasztás, tejfogyasztás, tojásfogyasztás betiltása. Mert olyan drága lenne, nem azt mondják, hogy ne egyetek, hanem annyira megdrágítják, hogy az emberek ne tudják megvenni. Vagy ugyanez érvényes a kereskedelemnél is. Ők nem azt mondják, hogy ne kelljen a temuról rendelni, ők azt mondják, hogy deriszking, hogy csökkentsük a kínai kitettségünket. Tehát azt látjuk, hogy ezt meg kell beszélni, hogy az emberek megértsék világosan az alternatívákat. Itt van a polgári kormány, amely valami azt ajánlja, hogy folytassuk ezt a politikát, ugye kereskedjünk azzal, aki olcsón adja az energiát, vegyenek ők is tőlünk, persze a kínaiak is vásároljanak itt. Vagy például a másik szempont ugye, hogy az energiánál is, hogy attól kell vásárolni, aki olcsóban adja. Tehát ezeket a kérdéseket vitatja meg a konzultáció. Köszönöm, és még egy gyors zárszóként és záró gondolatként, már részben azért elmondta, de itt a gazdasági semlegesség politikájáról is gyakran hallunk. Milyenek a jelentősége, miért fontos a gazdasági semlegesség? Ugye ez azt jelenti, hogy a nyugati szövetségi rendszereknek a tagjai vagyunk, és azok is maradunk. Tehát ugyanúgy az Uniónak és a NATO-nak a tagja Magyarország, és ez nem is változik. Tehát ez szó sincs róla. Ez nem is azt jelenti, mint a keleti nyitás, hogy csökkentenénk a nyugati kereskedelmet. Ez azt jelenti, hogy megmarad a nagyon erős nyugati kereskedelmünk, ott semmi sem változik, sőt, ugye most jönnek ide még az újabb gyárak, mint Debrecenbe a BMW. Tehát a nyugati kereskedelem az köszöni szépen jól van, és így is marad, ha lehet növekszik. Ami új, ami a gazdasági semlegesség, hogy ha nyugatiak a kútba ugranak, és nem akarnak orosz energiát vásárolni, mint amiből 40 évig jól éltek a németek, vagy a svájciak, vagy a franciák, vagy a hollandok, hogyha ők a kútba ugranak, mi nem ugrunk utánuk. Tehát ha ők olyan öngyilkos szankciókat fogadnak el, mint eddig, akkor mi abból megpróbálunk kimaradni, és ameddig lehet, kereskedünk a kínaiakkal, mert ott van növekedés, megpróbálunk nekik eladni termékeket, mert ott lesz középosztályosodás, ott lesz növekedés,
Az USA-ban, meg Európában meg stagnálás van. És ebből a recesszióból, ebből a lefelé menő folyamatból próbálunk kimaradni, és Magyarországnak ugye egy nagyon jó földrajzi adottsága van, kelet-nyugat között fekvő országként, megpróbálunk ebből hasznot húzni, hogy a kelet-nyugat közti kereskedelemnek mi egy központja legyünk, mint ahogy látjuk már most például a kínai-magyar kereskedelemben, hogy a Huawei-nek Magyarországon van az európai szervizközpontja, hogy Budapest a kínai turizmusnak a regionális központja, a kínai nemzeti banknak Budapesten van az elszámoló központja, tehát azt látjuk, hogy ezzel az együttműködéssel Magyarország nyer, és hát az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk úgy megőrizni, hogy a nyugatiak a kútba ugranak, mi ne kövessük őket, és ehhez kell az emberek támogatása, hogy megértsék azt a két alternatívát, ami Magyarország, a magyar gazdaság és a magyar emberek előtt áll, és mondják el a véleményüket, és hogyha úgy érzik, hogy a polgári kormány alternatívája jobb, akkor támogassák azt azzal, hogy visszaküldik a konzultációs íveket, mert a miniszterelnök akkor tud Brüsszelben érvelni, ha el tudja mondani, hogy nagyon sok magyar ember áll mögötte. Kiszeli Zoltán úrnak, politológusnak, a Századvég politikai elemzési igazgatójának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a magyar kormány új 21 pontos gazdasági akciótervéről beszélgettünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!